Örömtánc, testet-lelket megmozgató programok, köpölyözés, masszázs, illóolajok széles sora várta a fehérgyarmati egészségnapra látogatókat. Az eseményen arra szerették volna ráirányítani a figyelmet, hogy a prevenció a legbiztonságosabb, legolcsóbb és legjobb módja az általános egészség megőrzésének. Mindenféleképpen prevenció és megelőzés érdekében hoztuk létre, hogy az emberek először ne a természetes, az orvos diagnosztizál és mindenféle kezeléseket is tudnak alkalmazni és adni az állampolgároknak, embereknek, de mindig vannak olyan alternatív dolgok, amik tényleg, ha valaki rátalál, segít neki. De a legfontosabb mindenféleképpen a mozgás, arra helyeztük a fő hangsúlyt, hiszen az emberi test mozgásban van, akkor az egészség magától adódik, és a másik ugye a táplálkozás, amit hívtunk olyan vendégeket is, akik minőségi és egészséges termékeket hoznak, környéken Túr Istvándi, Tisza Csécse, mindenféle területről próbáltuk őket meghívni. A rendezvény jelszava együtt, egymással, egymásért. Péter Csaba, fehérgyarmat polgármestere elmondta, a város is igyekszik támogatni az egészségtudatos életmódot. Kerékpárutak épültek, illetve a fiatal generáció mozgását segítő parkokat, játszótereket alakítottak ki. Igyekszünk egy egészséges környezetet, egészséges és biztonságos környezetet teremteni, hiszen ha megnézzük a parkberuházást is, akkor azt látjuk, hogy egy minőségi parkot sikerült építeni, illetve a minőségi parkba sikerült olyan játszóelemeket elhelyezni, amely a fiatalok számára, tehát a gyerekes családok számára azért elég vonzó. Én ennek nagyon örülök, mert azt látom, hogy a park az tele van emberekkel, és élvezik azt, hogy tényleg egy minőségi környezet tudnak létezni. Az Egészségügyi Világszervezet 1948. április 7-én kezdte meg a működését. Ez a nap azóta is az egészségvilágnapja, amikor lehetőség nyílik reflektorfénybe állítani az egészségmegőrzést. A fehérgyarmati rendezvényen ismét bebizonyosodott, hogy mozogni, nevetni jó, és az egyik legfontosabb alappillére az egészségnek.